Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit az IGN Board Game legújabb adásában, aminek a témája egy anno Spiel des Jahres évjátéka díjjal kitüntetett fantasztikus társasjátéknak a két főre szabott verziója. Ez a Hét csoda, amit magyarul a Párbaj utónevet kapta. Nagyon-nagyon ritka, nagyon jó kétfős társasjátékokkal játszani, ilyen volt talán a Patchworks, amit én otthon szeretek játszani a párommal, és ilyennek tűnik a Hét csoda Párbaj is, ami egy ilyen nagyon dinamikus társasjáték volt. Mit tud ez a játék, és sikerült ugyanazt a változatos játékmenetet átültetni, mint az alapjátéknál, ha nevezhetjük alapjátéknak? Igen. Sziasztok! Igen, ugye az alap Hét csodának az egyik nagy előnye, illetve legnagyobb előnye talán az volt, hogy sok játékossal is lehet játszani, 7 játékos maximum játékos szám, és mégis 3-4 óra alatt lehetett játszani, gyorsan egyszerre csináltuk a dolgokat, nem volt holt idő. Ugye a kétfős játéknál nem ezek a fő szempontok. Itt a Hét csoda Párbajban az eredeti Hét csoda játéknak a sok alapmechanizmusa lett áthozva, de persze úgy lett alakítva, hogy két főre minél izgalmasabb legyen és sokszor újra lehessen játszani, és szerintem ez nagyon jól sikerült. Amik hasonlítanak a Hét csoda alapjátékhoz, hogy itt is egy-egy birodalmat épít mind a két játékos, három korszak során, ugye az ókorban járunk, és három korszak során építjük fel a legértékesebb birodalmunkat. Az ókori csodák azok itt is fontos szerepet játszanak a játékban. A játék elején mindenkinek fogunk sorsolni néhányat, és azokat is fel lehet építeni, amik segítenek abban, hogy megnyerjük a játékot. 7 különböző kártya típus van a játékban. Vannak a nyersanyag kártyák, vannak barna és szürke nyersanyagok, amik abban segítenek, hogy a értékesebb lapokat be tudjuk építeni. Ugye a barna nyersanyagok között van a tégla, a kő, a fa és az érc. Ezeket azért gyűjtjük, hogy egyéb más kártyákat le tudjunk építeni. Itt a kártyák bal a felső sarkában oldalt látszanak azok a nyersanyagok, amikkel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy egyáltalán leépíthessük őket. Úgy szerezzük meg ezeket a lapokat, minden korszakban itt szépen fel vannak helyezve kártyalapok, és ezt úgy kell nézni, hogy ugye vannak képpel felfele, meg képpel lefele fordított kártyák. És azokat a képpel felfele fordított kártyákat lehet megszerezni, amiket nem fed le egyetlen másik lap sem. Tehát az első forduló tehát minden elején, oldalról szabad azokat tudtad nekem felemelni. Így van, az első forduló elején ugye ez a 6 kártya az, ami megszerezhető, és minden fordulóban, kezdve a kezdő játékossal, egyesével mindig felveszünk egy-egy lapot. Biztos, hogy minden körben felveszünk egyet. Ennek semmi költsége nincs, ez csak fölvehetem. Önmagában semmi költsége nincs, mindenképp fel fogok venni egy lapot. Hogy mit csinálok a lappal, az dönti el, hogy mi annak a költsége. Három lehetőségem van, miután fölvettem egy lapot. Vagy beépíthetem a birodalmamba, amihez ugye az adott lap bal felső sarkában látható nyersanyaggal kell rendelkeznem, vagy be kell adnom, ha ott pénzt látok, akkor annyi pénzt be kell fizetnem a bankba. Ha pedig valamilyen nyersanyag szimbólumot látok, akkor rendelkeznem kell azzal a nyersanyaggal, nem kell beadnom, csak rendelkeznem kell vele. Hogyha nincs meg, hát az elején akkor föl van neked csapva pár? Nem, nincs. A játék elején elég sok olyan kártya van, aminek nincs igazából költsége, vagy csak pénzbe kerül. Értem. És így kell hamar szerezni nyersanyagokat, jól érzed, ez nagyon fontos, hogy egyáltalán a későbbiekben tudjunk még lapokat szerezni. Tehát el kell kezdened alapozni, és abból kell birodalmat így van, de az első korszakban például az alap nyersanyaglapok, meg úgy általában a legtöbb nyersanyaglaphoz nem nagyon kell egyéb nyersanyag, hanem az egy többi lapokhoz. Tehát, ha felvettem egy lapot, akkor az egyik lehetőség, hogy beépítem a birodalmába, másik lehetőség, hogy eldobom, és akkor pénzt kapok érte. A harmadik lehetőség, hogy az egyik csodámat építem föl. A csoda felépítéséhez pedig tök mindegy, hogy milyen lapot vettem el, ezt képen lefelé fogom így betűzni az adott csoda kártya alá, és akkor a csoda bal oldalán látható nyersanyagokat kell rendelkeznem. Tehát olyan, mintha azon a lapon azok lennének. És ekkor megkapom azt, amit az adott csoda ad. És miket tudnak ezek a lapok, hogyha beépítjük a birodalmunkba? Ugye elmondtam, hogy a barna meg a szürke hátterű lapok, azok arra abban segítenek, hogy későbbiekben erősebb lapokat lerakassak. A kék lapok, azok gyakorlatilag szobrok, épületek, amik csak arra jók, hogy győzelmi pontot adnak. Itt a babérkosszúban látható szám az a játékban mindenhol a győzelmi pontot jelöli. Erre megy igazából a játék. A sárga lapok, azok arra jók, hogy vagy pénzt csináljunk, vagy a nyersanyagainkkal tudjunk valamit csinálni, gyakorlatilag mondjuk, hogy kereskedelemmel kapcsolatos lapok. Mondtam, hogy lehet venni is nyersanyagot, tehát hogyha valamim nincs, akkor azt megvehetem gyakorlatilag. És ebben tud segíteni sok esetben a sárga lap, olcsóbbá tudja tenni.
És vannak a zöld típusú lapok, amiken különböző ilyen tudományos jellegű szimbólumok vannak. Ezekből pedig sokat kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy jó legyen. Mindig, hogyha két azonosat sikerült összegyűjteni, akkor azonnal választhatunk egyet a zöld bónuszlapkák közül, ami ad valami pluszt, vagy győzelmi pontot, vagy pénzt, vagy valami egyéb képességet, ami hasznos nekünk. Mindig választhatunk, hogy melyiket szeretnénk elvenni. Ez akkor gondolom a stratégiáthoz igazítanod kell. Tehát, hogyha harcolni akarsz, akkor egy olyat veszel le, hogyha a gazdaságra akarsz rámenni, akkor meg egy olyat. Pontosan, tehát van, valamelyikre jobban megy, van, akinek meg a másik fontos. És ugye itt többet is össze tudunk szerezni, mindig, hogyha két-két azonos szimbólumot sikerült összeszednünk, illetve, hogyha 6 különböző szimbólumot sikerült megszereznünk, akkor azonnal megnyerjük a játékot, nem is várjuk meg a végét, hanem akinek sikerül a 6-at, az azonnal nyert is. De nem 6 ilyen kártya van ugye a játékban? Nem, sokkal több van, 7 különböző szimbólum van, és ugyanaz a szimbólum több kártyán is szerepel. Hogyha sikerül összegyűjtened az összes létező szimbólumot, akkor megnyerted a játékot. Ennyi. Nem is nézzük akkor a pontokat. És itt van ez a tábla, amin így van. Ez a háború. Nagyon fontos, vannak ugye a piros lapok, ezek a harci lapok. Ezek is piros pajzskart szimbólumok jelölik, hogy milyen harci erővel rendelkezünk. És ezzel a jelölővel állítjuk be, hogy hogyan állunk. És itt ugye két játékosnál nem az a lényeg, hogy abszolút értékben mennyi harci erőnk van, hanem egymáshoz képest melyikünk az erősebb. Tehát balra vagy jobbra eltolódik ez így a van, így van. Tehát ha mindenkettőnek 2-2 szimbóluma van, akkor középen marad. Viszont, hogyha nekem van 2, neked 0, akkor ezt így eltoljuk. És itt, hogyha bizonyos szintig eltoljuk, akkor ilyen büntetések vannak az ellenfélnek, pénzt veszít gyakorlatilag. 2 vagy 5. 2 vagy 5, így van, de ugye át is fordulhat a játék során a túloldalra. Tehát akkor igazából itt számtalan stratégiát kidolgozhatsz. Elvileg, ha azt mondod, hogy te harcba akarsz erős lenni, vagy úgy áll a zászló, akkor úgy gyengíted az ellenfeledet, hogy megcsapantod a pénzkészletét. Így van, és ez ismét van egy ilyen hirtelen halálgyőzelmi mód, hogyha egészen az ellenfélig el tudod tolni ezt a pirosat, akkor azonnal megnyerted a játékot. Tehát az ellenfél nem nyugodhat bele, hogy... Így van, tehát nem lehet azt mondani, hogy oké, te visszad a harcot, én meg valami más csinálok. Igen. Hogy az alap hét csodában ilyet lehet csinálni, és meg is lehet nyerni. Itt ezt nem igazán lehet, mert így lehet, hogy hirtelen véletlen megnyerked. Jó, és egyébként, hogy attól függően, hol van ez a piros jelölő, valami bónusz győzelmi pontot a játék végén kap az, aki eltolta ezt a jelölőt. És így zajlik a játék, hogy ezeket a lapokat pakolgatjuk le, innen szedegetjük föl, és ahogy ugye felszedtünk lapokat úgy, hogy egy képen lefele fordított lap előtt már nincs másik, akkor felfordítjuk, és onnantól kezdve azt is lehet válogatni. Addig tart a korszak, amíg az utolsó lapot is meg nem szereztük, és utána felállítjuk a második korszak lapjait, majd a harmadik korszak lapjait, és a harmadik korszak végén lesz egy játéknak, és összesítjük, megnézzük, hogy kinek van több pontja, és azt nyeri meg a játék. Nagyjából mennyi idő egy ilyen párbajt lejátszani? Ez nagyban függ attól, hogy mennyit gondolkodunk, mennyire megyünk bele, de szerintem egy fél óra nagyjából az átlagos játék ideje. Igen, ez is van a dobozra írva, tehát egy fél óra az teljesen reális, hogy ezzel lejátszuk. És ez egy nagyon jó, ilyen közepesen összetett játék, abszolút van benne taktika, stratégia, egy kicsit persze a szerencsés, hogy mikor milyen lapot fordítunk fel, de nagyon változatos és kitűnő kétfős játék. Tehát, hogyha valaki szereti a stratégiai játékokat, szeret gondolkodni, de sokszor gondban van azzal, hogy nem tud elegendően mert összeszedni, és mondjuk szeretne otthon a párjával vagy a barátjával egyet játszani, akár egyébként a suliban, a szünetben, hogyha van egy fél óra, akkor a párbaj az egyik legjobb választás, ami most igen, kapható. Ha tetszett nektek, akkor a Game Club weboldalán megvásárolhatjátok, illetve mostantól megint nyitva ugye a... Így van, Ráda utcai boltot, ahol ki is lehet próbálni, úgyhogy próbáljátok ki, játszatok sokat, találkozunk jövő héten, sziasztok! Sziasztok!